hát nagy szeretettel a kísérőlevél keretében átérnek. Köszönjük szépen, nagyon kedvesen a Kulturális és Innovációs Minisztérium ajándékát, azaz 7 darab a reform karnagyjait ábrázoló hallóházi porcelánból készült mellszobrot adtak át a városvezetés részére a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai május 15-én a Városházán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium az idejében március 15-e alkalmából a reform karnagyjai címmel hirdetett programot. Ehhez kapcsolódva készültek el azok a hallóházi porcelánból készült mellszobrok, melyeken a reform karnagyjai, politikusok, írók, költők jelennek meg. A Kulturális és Innovációs Minisztérium ajándékát hoztuk el ide Hajdúböszörménybe polgármester úrnak. Ebben az évben hirdetette egy március 15-e alkalmából reformkornagyjai programot, és ennek emléket állítva a reformkornagyjai jelennek meg ezeken a hollóházi porcelánból készült kis mellszobrokon, és hát nagy szeretettel a Nemzeti Művelődési Intézet nevében hoztuk mi ezt ide el Hajdúböszörménybe. A szobrok akkor, ahogy látjuk, Kossuth Lajos, Petőfi, Széchenyi István, Deák Ferenc, Jókai Mór, Veselényi és Arany János ábrázolják. Tehát politikusok, írók, költők mellszobrait hoztuk ide.